Sziasztok! Csak nem példátlan dolog történt a magyar labdarúgásban a Ferencváros Puskás mérkőzés után. Ugyanis nagyon-nagyon-nagyon ritka az, hogy az edzők a mérkőzés utáni nyilatkozatukban egy-egy játékos konkrétan kiemelnek, és bizonyos értelemben hibáztatnak azért, hogy a mérkőzés végeredménye nem úgy alakult, ahogy a nők azt eltervezték. Ez nagyon sok esetben rosszul is elsülhet, mert ő lesz a bűnbak, és akkor a szurkolók ugye azt követelik, hogy takarodjon el a csapattól és egyebek, de azt hiszem, hogy vannak olyan pillanatok, amikor, amikor egy kellőképpen jó, jól elmondott mondat segíthet magán a játékoson is, meg segíthet a többi, többi csapattárson is. Én azt hiszem, hogy Hornyák Zsolt valami ilyesmit Csinált, valamilyen pedagógiai üzenetet fogalmazott meg a, a Ferencváros elleni veresség után. Szó szerint idézem: Ugye azt mondta, hogy úgy jöttünk ide, hogy próbálunk aktívan játszani. Ezt a fiúk hozták is, csak a Zahedi maradt vonal alatt, taktikában, hozzáállásban. Ritkán köszönöm meg a játékot vesztes mérkőzés után a csapatnak, most megtettem, mert mindent megtettek, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. A felállás adott volt, mindenki teljesített, amit kellett, csak ő, tehát Zahedi, nem tudta, van, másik bolygón vagy a grupamában a Ferencváros ellen. Számomra egy játékosnak nem kell külön motiváció a Fradi ellen játszik, ha mégis kell, akkor nincs helye a csapatomban, és ezek után pedig azonnal elmondta, hogy olyanokat kéne igazolni a puskásnak még a átigazolási időszak fennmaradó időszakában, akit lehet használni. Na most ugye ez lehet, hogy sokak számára meglepő ez a nyíltság, de ezt szeretném mondani, hogy Hornyák Zsolt nem a, a, magyar labdarúgásban szocializálódott, annak ellenére ugye, hogy magyar neve van. Ezt még mindig sokan vannak, akik nem tudják, hogy ő a, annak idején ugye Csehszlovákiában lett jó játékos, és Csehszlovák válogatott volt, természetesen ugye felvidéki magyar születésű fiatalemberként, és aztán pedig nagyon komoly csapatoknál volt ő edző, Oroszországban, Örményországban és Csehországban is. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy, egy stílusos és színvonalas futballkultúrát nem is egyet sajátított el, és bizony akkor, amikor már a, a Vitória elleni ottani mérkőzés másik fél évben behozta Zajedit, már akkor látszott rajta, hogy nagyon mérges, hogy Zajedi nem koncentrál kellőképpen, ki és kihagyja a jobbnál jobb helyzeteit, mert tényleg elmondható, hogyha csak Zajedi belővi a helyzeteit, akkor a, akkor a 2 0 előnye a Vitoriának nagyon hamar elszállt volna, és akkor a visszavágó lett volna nagyobb esély. Nem, nem mondom, és más videókban sem mondom, hogy a puskás tovább jutott volna, de sokkal közelebb lett volna a Vitória Gimáráshez, mint így a 3-0-ás kieséssel. Tehát már ott nagyon ideges volt. A visszavágón egyértelműen látszott, hogy nagyon mérges Zádire, ugye le is cserélte, de hát mert megint ugye az történik, hogy hogy három rossz mozdulat, egy jó. De az az egy jó sem olyan, mint amikor ide került a Puskás Akadémiába, és akkor mindenki azt mondta, hogy na végre itt van az a játékos, aki, aki lendületes, aki, aki a, a, be, a hozzájövő labdát kapásból megrúgja, és nagyon elképesztő és hát eljutottunk ugye a, a Ferenc mérkőzésig, amikor a statisztikák szerint érdés mond, négy darab jól megjátszott labdája volt Zahedinek, és gyakorlatilag nem lehetett egyébként megrendesen őt megjátszani, tehát nem helyezkedett kellőképpen, sokkal kevesebbet futott, mint a csapat többi játékosa, úgyhogy éppen itt az idő, és azt gondolom, hogy Hornyák példájából tanulhatnak a magyarországi edzők, tanulhatnak, hogy néha a mérkőzés után nem árt ki egy-egy rosszabb teljesítményt, hogy ne az legyen, hogy az edzőn csattan az ostor, miközben az edző fölrakja a pályára a játékosokat, és onnantól kezdve a játékoson múlik az, hogy mi fog történni. Ugye szeretném fejlődni a figyelmeteket egy, egy ilyen megdöbbentő összefüggésre, ezeket direkt kigyűjtöttem magamnak, meg nektek, hogy ezt tudjátok. Ugye Zahedi április 23-án és 30-án először a Fehérvár ellen, aztán pedig a Puskás, a Puskás Akadémia mezőköves elleni mérkőzésén természetesen, kettő-kettő gólt rúgott. Azóta Zahedi viszont egyáltalán nem rúgott gólt. Tehát ez a fajta forma visszaesés, ez nem pusztán annyit jelent, <coughs> bocsánat, ez nem pusztán annyit jelent, hogy valaki, valaki most éppen hullámvölgybe került, egyetlen egy asszisztje volt, pedig elég sokat játszott a további mérkőzéseken. Tudom, volt egy sérülése, ami miatt pár meccset kihagyott, de utána már azért, azért jócskán volt ideje visszatérni, hiszen ugye már a, a Hoffenheim elleni mérkőzésen kispados volt, és tulajdonképpen csak azért nem tette be hornyák, mert úgy gondolta, hogy a Kolinak esét kell adni, illetve hát majd a milyen jó fog játszani a Gimáres ellen, hát ez nem jött össze. Úgyhogy azt kell mondjam nektek, hogy az a játékos, amelyik utoljára csatárként áprilisban volt, ott valami gond van. Addig tartott, úgy tűnik a lendülete, amíg az orjel-luháncból áthozták őt a puskásba, és eltelt két hónap. Azután viszont ez így alábbhagyott. Na most ez nekünk nem jó, nyilvánvalóan, és hordják itt ezzel az üzenetével, azt hiszem, hogy nem pusztán csak a Zárdének üzent, hanem, és remélem, hogy minden magyar edző meghallja, hogy minden magyar edzőnek üzent. Tehát merjük kritizálni a játékosainkat, merjük elmondani, akár a nyilvánosságban is, hogy az illető rosszul játszott, mert hát ha ez foghatni rá, és hát ha ezzel kapja össze magát. Úgyhogy én, én nem lepődtök meg, hogy nagyon sokan kérdezik tőle, le. Itt kommentekben is, hogy a hornyák leváltását mikor gondolom aktuálisnak, hiszen nem tudja kivinni a Puskás Akadémiát a Nemzetközi Kupában két fordulónyira. Azt kell mondjam nektek, hogy tévedés ez a fajta hozzáállás, mert hornyák jó edző. A probléma azzal van, azzal a játékos kerettel, amivel neki gazdálkodnia kell, és bizony, ő most már elég határozottan elmondja, hogy milyen típusú játékosokra van szükség. Innentől a, kezza, a puskás oldalán pattog a labda. Úgyhogy én azt hiszem, hogy le a kalappal Hornyák Zsolt előtt, nekem ez a véleményem, és nagyon jól tette, amit tett, akkor is jól tette, ha Zahedi majd ezek után mondjuk megsértődik, és nem akar játszani, vagy ott hagyja a csapatot, de akkor is, hogyha ennek hatására összekapja magát. Ugye, és kell mondjam nektek, hogy Zahedi nagyjából minden csapatában ezt csinálja. Tehát, ha megnézitek az ő mérkőzéseit, mind Izlandban, mind ugye két csapatban is játszott az Olimpia meg az Orja Luánzban is, mindegyikben azt csinálja, hogy megindul, nagyon jó, nagyon jó meccsei vannak, bizalmat kap, és aztán pedig elkezd lazulni, nem veszik komolyan a dolgokat. Na hát remélem, hogy, hogy honnyák figyelmeztetése hatni fog, és legalább egy pár mérkőzésen újra a régi zárit láthatjuk, mert egy szuper tehetségről van szó, ezt aki látta őt játszani, én élőben is láttam, az mindenképpen elmondja. Na no, hát ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt található számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, az olyan, mint egy kávéra hívnám meg. Hajrá Magyarország, hajrá Magyar Labdarúgás, a jó isten áldjon meg mindenkit!